Épp elrajtolt az U14-es korcsoport lánymezőnye a Sötétvölgyben megrendezett mezei futó Magyar Liga negyedik fordulójában. A gyerekeknek 2000 méteren kellett futniuk az erdőn keresztül, majd a mezőn az akadályokkal nehezített terepen. A Szekszárdi Sportközpont korábban már rendezett országos mezei futóversenyt, így a járvány enyhülését követően megint nagy örömmel vetették bele magukat a szervezésbe. A Szekszárdi Sportközpont atlétái is részt vesznek a versenyen, nagy létszámmal. Talán nem sértek meg senkit, hogyha szem elejé Leventét emelem ki, aki felnőtt abszolút mezőnybe fog összecsapni Palkovics Istvánnal. Ők már nagyon régóta versengenek egymással, és mondhatni ketten kiemelkedőek a magyar atlétikában és a magyar középtávfutásba. Egy igazi tűzjáték várható délután. Összesen 150-160 indulónk lesz, Debrecentől Győrig, Budapesten át, tehát minden nagyvárosból érkeztek hozzánk versenyzőnk. Mivel ez egy ligapontverseny, tehát itt pontokat gyűjtenek az egyesületek, és utána lesznek a szövetség által majd rangsorolva és díjazva. Úgyhogy reméljük, hogy minél több szép helyezést tudnak atlétáink összegyűjteni. A legkisebbeknek 2000 métert kell futni, és ahogy korosodnak, úgy kell egyre több kör teljesíteniük. Felnőtt abszolút mezőnynek már 7500 métert kell teljesíteni. Készültünk idén szalmabálákkal és gerendákkal, illetve egyéb akadályokkal. Szeretném megköszönni az erdészet felajánlását. A döntőben az U14 újonc korosztályban Herceg Áron a Miskolci Sportiskola versenyzője és Domokos Szonya a kecskeméti Karc Atlétika szakosztály sportolója ért elsőként a célba. A felnőtt korcsoportban a Szekszárdi Sportközpont atlétája Szemerei Levente hozta ismét a tőle elvárt eredményt 7500 méteren. Illetve Kocsis Kata, az FTC versenyzője állhatott a dobogó legfelső fokára.